Gazdag programkínálattal találkozhat az olvasó közönség, ha ellátogat október 11-ig a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba, ahol jelenleg is zajlik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat. Ezen a héten az ingyenes beiratkozás és amnestia lehetőségével is élhetnek a látogatók. Milyen létrával lehetett még régi képek alapján, mi fiatal kolléganőt is néztük, hogy így tudtuk az olvasókat kiszolgálni. Stábunk forgatása idején a Pincétől Padlásig című ismeretterjesztő séta zajlott, ahol a közönség a könyvtár épületét ismerhette meg, annak minden titkával együtt. Az Országos Könyvtári Napok a szervező kreativitásának köszönhetően nem csak a könyvtáron belül ígérkezik izgalmas kulturális eseménynek, hiszen a programok szabadtéren is folytatódnak. 2020-ban 15. alkalommal rendezzük meg az Országos Könyvtári Napokat itt a Móricz Zsigmond könyvtárban, valamennyi fiók könyvtárunkban, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sok nyilvános könyvtára és kistelepülési könyvtára is csatlakozik hagyományosan ehhez a programsorozathoz. Tehát nagy hagyománya van ilyenkor, mindig ingyenes beiratkozással, megbocsátás hetével, és nagyon színes kulturális könyvtári programokkal várjuk az érdeklődőket. A könyvtár valamennyi korosztályra gondolva tervezte meg a hét mindennapját, amely mozgalmas és tartalmas foglalkozásokkal, könyvbemutatóval, irodalmi sétával és gyógynövény túrával várja az érdeklődőket. A könyves vasárnap is nagy hagyományokra tekint vissza. Ilyenkor mindig meghosszabbított nyitvatartással várják a könyvtárak a családokat. Hagyományosan mi is minden könyves vasárnapon induljon a játék címmel, családi vetélkedőt indítunk itt a gyerekkönyvtárunkban, mely nagyon-nagyon népszerű, és a családok ezt nagyon szeretik. Természetesen a legekről is megemlékezünk vasárnap, és díjazzuk a könyvtári hűséget, a legidősebb olvasót, a legkisebb olvasót, a legtöbb könyvet kölcsönzött olvasót. Tehát ezekre is hangsúlyt fektetünk. A könyvtári hét közösséget teremthet az olvasók között. A hétvégén születésnapi piknikre kerül sor a Címbora Klub tagjaival. Dr. Hajdú Zsanett biológus gyógynövénykutató pedig a sóstói erdőben tart interaktív sétát. A programok ingyenesen látogathatóak.